Május 10-e után már minden kerbalát egészen biztos lehet abban, hogy az eddigi alattomos, korahajnali tavaszi fagyok már nem fogják bántani a gyönyörű szép virágzuhatagot produkáló egynyáriakat. Nézzük meg hát, hogy mi a teendő, miután hazavittük ezeket a növényeket, hogyan kell őket elültetni. Választottam tehát ezeket a növényeket, a balkolládámnak a két szélére szúnyogőzőt, középre pedig verbénákat választottam. Hát nekem azért a verbénára esett a választás, mert ugyanakkor, amikor dolgozunk vele, akkor érdemes kesztyűt használni, majd én is ezt fogok most az ültetés során, de igazából egy rendkívül szárazsátörő, egész nyáron át díszítő, óriási felületet befutó, a saját maga zöld felületét virággal tökéletesen lefedő egynyári növényről van szó, amely egyébként nagyon jól tűri a viszontagságokat, tehát hogyha esetleg a vihar vagy valami ilyesmi letörni, akkor nagyon szépen meg tud újulni, hogyha visszavágjuk. Nézzük hát akkor magának az ültetésnek a folyamatát. Természetesen miután kiválasztottuk a erkélyünkhöz vagy balkonunkhoz illő ládát, ennek az alját ugye megtöltjük jó minőségű termőfölddel. És elkezdjük megtölteni a ládánknak az alját földdel. Most az fontos az, hogy lehetőleg minőségi termőföldet használjunk, hogyha nem így tesszük, hanem valamiféle kerti földet, vagy valami keverék, földkeveréket, komposztot használunk, akkor folyamatosan érdemes a tápanyag utánpótlásba részesíteni ezeket az egynyáriakat. Ugye azt tudni kell, hogy hát maga az egész növény, ugye látjuk, hogy most is egy ekkor egy ilyen tízes cserében van benne, illetve hát lényegében az egész életét ugye egy ekkora ládikóba fogja eltölteni. Ebből is, illetve az intenzív virágzásából is arra tudunk következtetni, hogy ez egy rendkívül intenzív kultúra. Ez azt jelenti, hogy tavasszal, illetve ősszel mondjuk két hetente érdemes, 10-14 naponta érdemes tápoldatozni valamilyen folyékony tápanyaggal, és a nyár folyamán pedig bizony hetente, 5-7 naponta. Majd elkezdjük a növényeinket szépen egyesével kivenni a cserepeikből, megfogjuk magát a növényt finoman, de határozottan, picikét oldalt megnyomkodjuk a cserepet, alul egy picikét megütögetjük, és látjuk, hogy nagyon szépen kimozdítjuk a cseréből, hogy mennyire gyönyörűen be van gyökeresedve. Természetesen ez az ellenőrzés, hogyha nem bízunk benne, akár a kertészetben is elvégezhetnénk, hiszen az a jó egynyári, aminek nagyon szépen önmagát megtartja, tehát lényegében teljes mértékben be van gyökeresedve. És akkor minden egynyárinak, különösen ezeknek a terülőknek általában május fele már van egyfajta esése is. Ugye amerre a nagyobb tömeg esik, azt érdemes kifelé fordítanunk, hiszen tudjuk, hogy magát az egész balkolládát milyen irányba fogjuk majd kitenni az ablakból, tehát ezeket elkezdjük szépen behelyezni. Arra érdemes figyelni, hogy ahol a jelenlegi talajszint van, azt később semmiképpen ne emeljük magasabbra, hiszen akkor nagyon könnyen ezeknek az egynyáriaknak az érzékeny töve az be tud rohadni. Szépen elkezdjük tehát őket kiveszegetni, és egyesével behelyezzük őket a végleges helyükre. Azt most már látni fogják, hogy azért viszonylag sűrűn terveztem ezeket a növényeket. Itt is hát ahány kertész, annyi vélemény, annyi gondolat. Én azonban azt mondom, hogy ezek az egynyárék annyira egy intenzív kultúrát képviselnek, annyira gyorsan nőnek, illetve hát maga a szezon is ugye annyira hamar elillan lényegében ez a pár hónap, hogy ilyenkor kell, hogy nagyon szép, nagyon dús állományunk legyen, tehát nem kell ettől félnünk, hogy esetleg túlságosan sűrűre ültetjük, hiszen folyamatos karbantartás, meccés, ápolási munkák kíséretében, hiszen ne felejtsük el, hogy ezeket a növényeket naponta kell ellenőriznünk, ezek nagyon szép, sűrű, dús állományként megtarthatóak. Ha most ide nézünk hátra, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam. Igen. Hogyha jobban megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy sehol nem emelkednek ki ezek a kis földgombócok a cserép peremétől számított 1 cm-re, tehát itt nyugodtan szépen föl tudjuk tölteni majd földdel, és most jön a nagyon fontos, hogy mind a verbénának, mind a szúnyogőzőnek, de a legtöbb egynyárinak nagyon érzékeny a töve, tehát ezek nagyon hamar elrothatnak, hogy a földdel be vannak terítve. És akkor elkezdhetjük szépen földdel feltölteni ezt a ládát.
Elkészült tehát ez a nagyon szép beültetés, még mielőtt végleges helyre tesszük, mindenképpen fontos, hogy megöntözzük.